Bankkártyával fizetnek ebben a szekszárdi élelmiszerüzletben. A készpénz felületén akár több napig is életben maradhat a koronavírus, és a fertőzött bankjegyek érintése után, ha valaki a szájához, személyhez nyúl, megfertőződhet a vírussal, hívta fel a figyelmet még március elején az Egészségügyi Világszervezet. Ezért arra kértek mindenkit, hogy aki csak teheti, fizessen bankkártyával. Meg is nőtt a bankkártyával fizetők száma, ezt tapasztalják ebben a szekszárdi üzletben. Ez pedig annak is köszönhető, hogy megemelték 5000-ről 15000 forintra azt a limitet, ami alatt érintéssel, azaz PIN-kód megadása nélkül lehet fizetni a boltokban bankkártyával. Többen vásárolnak bankkártyával, többség gyakorlatilag, de azért előfordul még, aki a készpénzzel fizet. Bankkártyával fizetnek ebben a szekszárdi bababoltban is. A tulajdonos azt mondja, amióta a koronavírus jelen van, azóta jóval nagyobb számban fizetnek a vásárlók bankkártyával, de az online vásárlást is sokan választják. Sok vásárlónk választja a webshopunkat, az online rendelést, ahol teljes biztonsággal, pár nappal szállítási határidővel ki tudunk szállítani minden terméket, amit az ügyfeleink kérnek. Akik személyes átvételt választanak, náluk észrevehető az, hogy határozottan jönnek, célirányosan vásárolnak, és mindenki előnyben részesíti a bankkártyás fizetést. Az Egészségügyi Világszervezet szerint kevesebb mint 5 perctől akár 9 napig is életben maradhat a vírus olyan felületeken, melyeket nem fertőtlenítettek. Ilyen például a pénz is. Klóros vagy alkoholos tisztítószereket alkalmazva azonban akár 1 perc alatt teljesen fertőtleníthetők a felületek.